Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Erről készítek egy videót áll néven, megjelenik a másik csatornámon, Meisterin des Kartenlegens, és ha elkészült áll néven ez a videó, akkor megkapod hozzá a linket, és megtekintheted a jóslásodat, akkor tudod, hogy ez a tiéd. Ez a videó május 6-án jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Revati holdházban van. Ez az utolsó holdház. Jelenti, hogy itt véget ér valami, vagy be kell, hogy fejezzünk valamit, lezárni valamit, vagy befejezni egy munkát, egy tevékenységet, és utána fellélegezhetünk, lesz majd egy új kezdet. Ezen a napon a Hold és Jupiter bolygó jó kapcsolatban van, megvan a közelség, a bizalom. A Hold jelentheti az anyukát, vagy az anyai témákat is, de jelenti az álmainkat, a vágyainkat, az elképzeléseinket, kihat az érzelmeinkre, és Jupiter bolygó adja a szerencsét, vagy Jupiter bolygó segít például egy bírósági ügyben, hogy kiderüljön az igazság. A Nap és Szaturnusz bolygó szintén jó kapcsolatban van. Szaturnusz bolygó az segít abban, hogy valami kialakuljon, hogy formát vegyen fel, és a Nap hozza a sikereket, vagy megvilágít valamit. Szaturnusz bolygónál néha vannak korlátozások, de mivel a Nap hozza a sikereket, esetleg utalhat apai témákra is, most megvan a jó kapcsolat. És megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolatait felül látjuk. Itt van egy találkozás. Látható egy csoport. Vagy ő keresi a kapcsolatot másokkal, ezek lehetnek kereskedelmi kapcsolatok is, vagy szeretné azt, ha te is ott lennél, és lenne egy találkozás másokkal, egy közös tevékenység, mert a második kártya utal egy tevékenységre, ami gyakran a hobbi. És ez lehet tényleg egy közös terv, találkozás másokkal, itt kialakul, kiépül valami, esetleg kihat a munkára, és ezek lehetnek kapcsolatok, bizonyos szerződések. Az érzelmeit bal oldalon látjuk. Itt kinyílik az ablak. Mutatja a nyitottságát. Az ablak az utalhat internet kontaktusokra is. Ami téged illet, itt kinyílik az ablak, láthatóvá tesz valamit, hiszen ki tudsz tekinteni az ablakon. Ott van a virágcsokor, az jelentheti a te szép otthonodat, vagy ő szépít meg valamit. Jelentheti azt is, hogy meglátogat téged, nyitott lesz veled szemben, és kapsz egy virágcsokrot vagy ajándékot. Bal oldalon alul látható újra egy találkozás, hasonlóan, mint felül. Itt van egy csoport, itt vannak tervek, itt vannak kapcsolatok, ezek lehetnek üzleti dolgok is. És ő ebben a csoportban tervez valakivel, vagy valakikkel valamit. De ő ezt nem titkolja el, hiszen láthatóak a madarak, és mutatják az ő lépéseit irányodba,
És a madarak jelentik a kommunikációt. Ő beszámol erre, erről. Ő elmondja, hogy mit tervez veled, mit tervez másokkal. De óvatosnak kell lenni, hiszen jobb oldalon látható a hídon a beszélgetés, de alattuk, a híd alatt, ott van a ravasz róka, elbújik, és figyeli a dolgokat, vagy fülel, hallani akarja azt, hogy ki mit mond, valaki kíváncsi. Lehet, hogy ki akar faggatni téged, de nem lenne jó, ha elmondanád a terveket, légy kicsit óvatos. Hogy mi fűz össze benneteket, az középen látható a magyar kártyán, amit a férjem készített, itt a rovás írásról van szó. Ez hasonló, mint a német nyelvű területen a rúna, ami alul bal oldalon látható. Nem ugyanaz, de hasonló. Ami a betűt illeti, most az S betűről van szó, és elgondolkozhatunk azon, mit jelent az S betű. Ezt leírhatod a kommentárba, ennek nagyon örülnék. Ami nekem eszembe jutott, Sári, vagy Sándor, vagy Sopron, vagy Sárvár. Mint fogalom, eszembe jutott a söprű, vagy hogy söpörni kellene, azon kívül a sárga szín jutott eszembe. Hogy neked mi jut eszedbe erről a betűről, írd le a kommentárba. A régi írásmód az középen van, számomra ez olyan, mint egy sátor, ami szimbolizálja az otthonunkat. Lehet, hogy azt kellene kisöpörni, vagy óvni az otthonunkat, vagy valamit kiépíteni, hiszen a többi kártyák ezt jelzik, itt lesz egy közös tevékenység, itt van egy csoport, itt lesznek találkozások, kapcsolatok, de van ellenség is, azért arra utal a ravasz róka. Figyelni kell arra, hogy ki milyen hatással közeledik. Én itt úgy látom a képen, hogy valaki kíváncsi arra, hogy mit terveztek. Ami a rúnát illeti, itt látható a tűz eleme, két irány. Az egyik tűz, a baloldali feléget valamit szimbolikusan, az azt jelenti, hogy valamit magunk mögött kellene hagyni. Valamit elengedni, valamit elégetni magunk mögött. A másik irány, ott látható egy palota, és ez jelenti a teremtést. A tűz eleme a bátorságot, a lelkesedést, az életerőt. Mindkét irány fontos, valamit lezárni és valamit kiépíteni. Lehet, hogy ezek lesznek itt most ezek a közös tervek, ami a képen látható egy közös tevékenység. A napi energia az jobb oldalon látható. Ez a hölgy kapott egy levelet, és nagyon-nagyon örül neki, olyan boldog, tehát lesz egy jó hír. Ez a papír, ez lehet egy szerződés is, hogy kapunk egy előnyös szerződés, vagy vársz egy hírre, vársz egy fontos szerződésre, és ez most megérkezik. Amennyiben iskolázásról, iskoláról van szó, lehet, hogy itt voltak írásbeli vizsgák, és most megjön az eredmény, hogy sikereid lettek. Vagy ha a jogosítványt csinálod, akkor már ott van a jogosítvány a kezedben, ott is vannak sikerek, ezt is jelentheti ez a kártya. Vagy, amit számomra még jelent, hogy valaki elvárja azt, hogy írj neki, és ha te írsz, akkor a másik személy az nagyon boldog, örül ennek. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád,
vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet, vagy az esperd a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon, Dender a Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!